Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öreg fiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Háromdimenziós íjász világbajnokságot rendeznek jövőre Szekszárdon. A szervezők arra számítanak, hogy nagyjából 700 nevezés érkezik majd a hazai szervezésű világversenyre. Köszönjük szépen a lehetőséget! Készfogása az együttműködési megállapodás aláírása után néhány napja egyezett meg Szekszárd polgármester és a Magyar Íjász Szövetség elnöke arról, hogy a város melletti sötétvölgyi erdőben jövőre háromdimenziós íjász világbajnokságot rendeznek. A szervezők nagyjából 700 nevezőre számítanak, sokan közülük a szakák fellegvárainak számító Olaszországból, Franciaországból és Hollandiából érkeznek majd. Ez azt jelenti, hogy a kísérő személyzettel együtt nagyjából 1000 fő látogat 6 napra Szekszárdra. Nekünk kötelességünk minden lehetőséget megragadni, amikor a város egy kicsit meg tudjuk azt mutatni, mire képes egy 33 ezeres megyeszéken, mint Szekszárd, és egy ilyen világeseménynek a megszervezése, lebonyolítás az mindenféleképpen egy ilyen célszolgáló esemény is lehet. Azonban egyik oldal a lehetőség, a másik oldal pedig a hatalmas feladat. Komoly kihívás elé fog bennünket állítani, különösen a szálláskapacitás szűkös volt amiatt, de hála Istennek több mint egy évünk van még arra, hogy erre a versenyre felkészülünk, és miután az idei esztendőben lesz már egy kb. 5-600 fős sportesemény itt Szekszárdon, reméljük, hogy az ott tapasztaltak alapján még jobban fel tudunk készülni arra, hogy egy ilyen világesemény, ami azt gondolom, hogy város életében nem adatik meg minden esztendőben, megfelelő minőségben bonyolítsunk le, ez pedig a város jó hírét mindenképpen viszi. Nem csak kulturális események vannak Szekszárdon, hanem sportesemények is. Világbajnokság sajnos kevés, de most az első lépést megtesszük azon az úton, hogy a jövőben, hogyha ezt jól fogjuk megszervezni, biztos vagyok benne, hogy más sportágok is meg fogja találni Szekszárdot, és akkor a jövőben még több ilyen sporteseménynek lehetünk házigazdái. A versenyprogram szervezésében és a lebonyolításban is oroszlán részt vállaló Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke szerint az, hogy Szekszárdon a világ több mint 20 országának legjobb íjászai lőnek, majd sporttörténelmi jelentőségű lesz. Én úgy gondolom, hogy ezzel az eseménnyel kicsit történelmet írunk Szekszárd sporttörténelmében, mert ilyen rangos nemzetközi sportesemény nem volt még Szekszárdon vagy környékén. És nagyon örülök neki, hogy ennyire jól áll hozzá a város és a környék is, mind sportok, mind magánszemélyek, mind pedig a városvezetés. A szekszárdi rendezés kifejezetten kedvez majd a hazai versenyzőknek. A szövetség nem titkolt célja ugyanis, hogy minél többen tudjanak indulni a magyar élvonalbeli mezőnyből. Több száz magyar versenyző is részt tud venni, és a költségeik ezzel a költségeik a töredéke tud lenni annak, mint hogyha mondjuk a világ másik részére kellene, hogy utazzon. Tehát ez egy ilyen támogatás, amit a szövetség szem előtt tart, és ezért is vállalunk be nemzetközi versenyeket leginkább, hogy lehetőséget tudjunk biztosítani a saját versenyzőinknek. Az íjász világbajnokságot a tervek szerint egy év múlva, jövő augusztusban rendezik meg Szekszárdon. 45. alkalommal ad otthont Szekszárd az Aliszka Bauk Gemenc nagydíjnak július végén. A nagymúltú országúti kerékpárversenyre 98 profi kerékpáros érkezik a városba. A magyar mezőnynek minden korábbinál nagyobb esélye lesz a győzelemre. 7 ország 14 csapatának 98 kerékpárosára rajt hoz a 45. Aliszka Bauk Gemenci nagydíjon idén. A világbajnoki kvalifikációs országúti verseny 165 és 150 kilométeres szakaszai az idei évtől két külön versenynek számítanak, és a pályán is nehezítettek a szervezők. Ettől azt várják, hogy a hazai mezőnynek nagyobb esélye lesz a pontgyűjtésre. A végső befutó előtt beillesztettünk ilyen meredek, de nem túl hosszú emelkedőket. Ők ezeknek úgymond a specialistái, és azt várjuk, hogy akár mindkét napon, de legalább az egyik napon magyar győzelem szülessen. A hazai mezőny ráadásul kifejezetten erős lesz a magyar bajnok szerint is. Itt lesz az a két magyar csapat, aki az egész év során versenyzik. Ugye ez az én csapatom, az Epranex BSS Oil Team, a második pedig a Pannon Cycling Team, ugye Magyarország egyetlen kontinentális csapata. Ezen felül a Istekker Zsolt nevével fémjelzett, hogyha mondhatom így helyi versenyzőként,
lesz egy regionális szekszárdi csapat, amiben két szekszárdi versenyző fog versenyezni, a maradék négy helyet pedig fel fogják tölteni másik klubcsapatok embereivel. Viszont ami ennél is érdekesebb, az a magyar válogatott, ahol Peák Barna, Walter Atti és Dina Marci is képviselni fogja a magyar színeket. Az ország legnagyobb múltú folyamatosan megrendezett országúti kerékpárversenyét harmadik éve szervezi a szekszárdi önkormányzat és a helyi sportközpont közösen. Ács Rezső, a város polgármester azt mondja, a verseny komoly marketing erővel bír, ami még több turistát vonzhat Szekszárdra. Mi Szekszárd Tolna megyeiek vagyunk, és ez szerintem a megyének az egyik legrangosabb sportversenye, tehát itt lenni megtiszteltetés számunkra. A szervező Szekszárdi Sportközpont munkatársai az idei évben már kifejezetten nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a profik mellett az amatőröknek és a nézőknek is tartalmas programokat biztosítsanak. Szombati napra hirdettünk egy kerékpártúrát, Tour de Sárköz néven, melynek a versenykiírása vagy szabályai a Szekszárdi Sportközpont honlapjára már fölkerültek. Előzetes regisztráció szükséges, és egy 35 kilométeres Őcsény-Decs, Sárpülis, Várdom, Szekszárd kört kell tekerniük az amatőr bringásoknak. A Gemenci nagydíjat idén július 26-án és 27-én szervezik meg a Tolnai megyeszékhelyen. A jelenkori magyar futóatlétika legfényesebben ragyogó csillaga a VB bronzérmével történelmet író Bai Balázs 110 méteres gátfutó volt a vendége a szekszárdi napközis gyerekatlétika tábornak. Scherer Tamás táborvezető szakági edző elmondta, a jövőben is szeretné a kiváló sportoló szakmai meglátásait felhasználni a gátfutás alapjait elsajátító gyerekek képzésében. Aggódik a magyar atlétika a VB bronzérmes gátfutója miatt. Bai Balázs, aki 2017-ben történelmet írt azzal, hogy a londoni világbajnokságon 110 gáton a magyar futóatlétika első világbajnoki érmét szerezte harmadik helyével. Egy edzésen tavasszal, rendkívül balszerencsés körülmények között súlyosan megsérült, és egy évvel a tokiói olimpia előtt még csak éppen kocog. Hosszú rehabilitáció után, illetve közben vagyok most. Szerencsére most már azért sokkal könnyebb a helyzetem, mert sokáig kellett mankóval járnom, abszolút tehermentesíteni kellett a lábamat. Most már gyakorlatilag hétköznapi használatot teljesen tökéleteset érdem. Nyilvánvalóan a komoly sport még azért odébb van, arra még sokat kell, hogy fejlődjön a térdem, de úgy érzem, hogy jó úton járok, most már tényleg egyre többet engedhetek meg magamnak, egyre többet tudom terhelni. Úgy tűnik, elég ideje van még ahhoz, hogy megfussa az egyébként jelentősen szigorodó olimpiai kvalifikációs szintet, vagy még jobbat is, jövő tavasszal legkésőbb. 13 perc, 46 másodperc, 52 századról lement a szintidő 13:46.32-re. Sok 110 gátasnak ezek után csak álom az olimpia. A kis Dánielnek a nagy országos csúcsa. Úgyhogy az érezhető, hogy ez a szint ez borzasztóan erős, és a tervek szerint a mezőnynek a fele fog szinttel kijutni az olimpiára, és a másik fele pedig a megint ugyancsak újonnan bevezetett világranglista alapján fog bekerülni. Úgyhogy kicsit bonyolultabbá tették a kvalifikációt. Nyilván, hogyha valaki a legjobbak közé tartozik, akkor a szinttel eleve ki tud jutni az olimpiára, a többieknek pedig hát a versenyzésük értékelődik fel, hiszen a világranglista 5 verseny eredményéből áll össze, úgyhogy ez sem könnyíti meg a helyzetemet, hiszen az így is szűköse alakult szezonban 5 eredményt kell elérnem, de nem aggódom emiatt, úgy gondolom, hogy tényleg jó leszek, és olyan állapotban leszek, hogy lesz értem az olimpiának, akkor ez sikerülni fog. Egyéb iránt Bai Balázs a szekszárdi szakági edző Scherer Tamás meghívására érkezett az éppen azonnal héten zajló szekszárdi gyerek napközis atlétika táborba. A gyerekek és edzőjük nem kis örömére.
én is örülök neki, hogy egy-két dolgot esetleg el tudok lesni. Azért is hívtam ide a atlétáinkat is, hogy hát ha ők is tudnak tanulni valamit a mai napon. A gátjárás ez egy nagyon jó gátiskolai, tehát az, hogy az ember ismerkedjen, szokjon a gátot, és hát gondolom a Balázs ebből már több milliót megcsinált, úgyhogy reméljük, hogy a gyerekek kapnak is tőle valamit a mai napon. Bai Balázs, mint elmondta, nem készül az edzői pályára egyáltalán. Látva azonban azt, hogy mennyire imádja ezt a közeget, konkrétan a gyerekeket, szinte biztos, hogy visszavonulás után, vagy még előbb, hasznára lesz a magyar utánpótlás képzésnek, a gyerekatlétikának feltétlenül. Hiába nevezett, nem indulhat a Fekete Gólyák KC jövőre az NB1B-ben. Idén ugyanis a feljutók kétharmada vállalja a magasabb osztályt, miközben az NB1-ben sincs anyagi vagy egyéb okok miatt visszalépő. Így a 11. helyjel kiesett az NB2-be a szekszárdi női kézilabda csapat, mely nem bánja ezt. Az ifi bajnok fiatalok még intenzívebb bevetésével és néhány alapember megtartásával szeretnének bajnokok lenni az NB2-ben. Sajnos bő egy évtized elteltével újból megszakad a szekszárdi női kézilabda NB1B-s, vagyis második vonalbeli tagsága. Ami azért, ahogy mondani szokás, az elmúlt bajnoki évad rapszódikus szereplése után bizony benne volt a pakliban. A Fekete Gólyák csapata ugyanis nem tudta kiharcolni a bentmaradást, ami kieső 10. helyen végeztek a lányok 2018-2019-ben. Az elmúlt években sokszor volt már példa arra, hogy a papíron kieső mégis bent maradt, mert az NB2-es bajnokok többsége anyagi okokból nem vállalta be a magasabb osztályt, és volt sokszor visszalépő az NB1B-ből is. Most nem ez, éppen minden ellenkezője történt. Mivel itt olyan hírek voltak, hogy több csapat nem akar indulni az NB1B-be, ezért beadtuk a jelentkezésünket az NB1B-s tagságra. Ezt ugye végül is a Kézilabda Szövetség nem fogadta el egyértelműen amiatt, hogy a 6 feljutó csapatból csak 2 mondta vissza az indulás jogát. A másik 2 helyet azt viszont ugye az előttünk végzett, 10. helyen végzett csapatok kapták meg. Így az NB2 délnyugati csoportjában folytathatja szereplését 2019-2020-ban a Fekete Gólyák KC. A tavalyi gondok okán és a jelenleg mutatkozó perspektíva közepette nem élik meg ezt kudarcként a csapat házatáján. Úgy gondolom, hogy talán jobb az, hogyha a fiatalok az NB2-ből juthatnak föl, illetve bizonyíthatják azt, hogy milyen tehetségesek, milyen ügyesek, mert azt tudjuk, hogy ügyesek, tehetségesek, ugye ők az NB1B-nek megfelelő ifi másodosztályba bajnoki címet szereztek, tehát nagyon szép eredményt értek el. A szekszárdi kötődésű, itt nevelkedő, mondhatni tehetséges játékosok fejlődésére fókuszálnak ezentúl elsősorban a csapatnál. Persze ahhoz, hogy jól szerepeljenek, mi több megnyerjék a harmadik vonalnak számító NB2-t, szükség van a régiekre is, de már nem mindenkire. Tabajdi Ferenc egyébként szeretné, ha a Tolnáról is visszatérne egy-két volt játékosa. Még tárgyalunk új igazolással, azok is inkább olyanok, akik valamikor itt játszottak, de visszahoznánk őket. Most nem csak Tolnaira gondolok, hanem egyéb is lenne. Tehát például a Kapás Tekla úgy néz ki, hogy Dunajváros egy másik csapaton keresztül most jönne ide. A szurkolók bizonyára örömmel veszik, hogy Tóth Barbara, Nagy Szilvia, Rejs Gabriella a régi alapemberek közül jövőre is az FKGC-t erősíti, és sikerült a napokban az elmúlt 2 évben beépített fiatal játékossal, Fehér Tímeával is egyességre jutni a folytatást illetően. Felvetettük, miért nem alakult ki az elmúlt években egy kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés az NB1-es nagyklub a Dunajvárosi Kohász Akadémiával. Amire a szándék megvolt, el is indult, de szép csendesen minden abba maradt. Nem lenne rossz, csak hát erre nehéz válaszolnom, hogy úgyhogy ne bántsak meg senkit, de úgy gondolom, hogy be kéne tartani akkor azokat, amikről tárgyalunk, tehát nagyon jó lenne ez, csak én úgy gondolom, hogy a dunajvárosiak abban a helyzetben csak a saját érdeküket nézték, és hát azért mind a két klubnak kellene nézni azért az érdekeit. Ha ebben nyilván sikerülne egy közös szempontot kialakítani, vagy egy közös
gondolkodást, akkor nyilván ez egy jó dolog lenne. Megújult szakmai stábbal, 11 maradóval és jelenleg 10 új játékossal készül a Kozár Miselyen FC labdarúgó csapata a 2019-20-as szezonra az MB3-ban. Pókos Csaba vezetőedző szerint napról napra érződik a fejlődés, és az eddigi két felkészülési mérkőzést elemezve egyre több a tudatosság a csapatjátékában. A KED délelőtti edzésen már a felnőtt kerettel készült a Paksról visszatérő Berdó Máté is. Ő a Kozár Miselyen FC legfrissebb igazolása. Pókos Csaba komoly eredményeket ért el korábban a Kozár Miselyeni és a pécsi utánpótlás nevelésben, valamint a felnőtt csapatnál is. 2016 nyarán a Ferencvároshoz hívták, ahol dolgozott az U17-es és az U19-es MB1-es kiemelt bajnokságban szereplő csapatoknál, és a tavalyi szezonban az U16-osokat készítette fel. Kozár Miselyenybe visszatérve, ő lett az MB3-as felnőtt gárda vezetőedzője. Már tavaly szó volt arról, hogy visszatérek Kozár Miselyenbe, akkor az Attila már megkeresett, a Feleki Attila, de akkor még csak az volt, hogy az utánpótlásba kapnék szerepet, hiszen azt tudjuk, hogy évekkel ezelőtt azért itt nagyon jó utánpótlás volt, országos hírű, és akkor még maradtam a Ferencvárosnál, viszont most Magyar Márk megkeresett, még zajlott a bajnokság, pontos dátumot nem tudok, és Azóta nagyon nehéz napokat, heteket éltem át. Tehát nagyon nehéz döntés volt, hogy maradok-e az ország legnépszerűbb, leghíresebb klubjánál, és folytatom ott a munkát, vagy pedig a szívemhez második közel álló klubot, Kozár Miselyent választom, és végül is Miselyent választottam. Nagyon-nagyon jó érzés újra itt dolgozni. A munka az zajlik, folyamatosan kapják a terhelést, egyre nagyobb terhelést a játékosok, a fejlődés mutatkozik, hogy játszottunk két edzőmérkőzést. Az elsőnél még ugye rengeteg próbajátékos volt, ott még nem rengeteg hiba volt, viszont a másodikon már sokkal-sokkal több tudatos dolgot láthatunk a csapattól. Egyre jobbak a srácok, úgyhogy fejlődés látszik. A tavalyi keretből 11-en maradtak, köztük a csapatkapitány Kocsis Adrián, aki az előző két szezonnál mindenképpen jobbra számít idén. Mind a két évben úgy érzem, hogy elég sok elszámolni valunk van azoknak, akik itt maradtak magukkal szemben és a szurkolókkal szemben is, és azért látva azt, hogy milyen csapat alakul, én úgy érzem, hogy bőven jobb szezonokat fogunk befutni, mint a tavalyi két évben. Azért a labdarúgóknak ez nem a legszerencsésebb időszak, meg nem a legkellemesebb a felkészülés, ugye most pont a negyedik hétben vagyunk, ami a csúcsterhelés, hát mondjuk úgy, hogy nem kell esténként altatni, úgyhogy most nem a legjobb időszak ez, de az szépen lassan érződik, hogy az elvégzett munka az jön ki. Most a felkészülési mérkőzéseken ugye az eredmény azt nem mutatja, de mi nagyon kiemeleztük a meccseket, és látni azt, hogy egyébként azt, amit hétről hétre gyakorlunk, az mind visszajön egyre jobban a mérkőzéseken, és az utolsó Soroksár elleni meccs is ugye egy szoros 2-0-át játszottunk, és mind a két gólt olyan egyéni hiba előzte meg, amit egyébként egész héten próbálunk kiküszöbölni. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ha ezek sikerülni fognak, akkor nagyon sikeresek leszünk. A vezetőedző egy tudatosan játszó, kezdeményező, megfelelő agresszivitással bíró csapatot kíván felépíteni Kozár Miselyenben. Ugye meg kell említeni a stábot, tehát ott kezdtük, hogy álljon össze a stábunk. Ott is azért történtek változások, hiszen meg kell említenem a Jelenoricsit, aki szintén visszatért Kozár Miselyenbe, hosszú-hosszú éveket töltött a PMFC-nél, és szerintem ő is ilyen nehéz napokat élt át, és visszajött Miselyenbe. A Kovács Zoli maradt, és még egy változás volt a Vadi személyében, az Ildikó személyében, aki most éppen fönt a konditeremben foglalkozik a srácokkal. Tehát mi nagyon sokat beszélgettünk, nézegettük játékosokat, és próbáltunk posztra igazolni. Tehát megvoltak azok a nevek, akiket szerettünk volna. Persze ezért vannak korlátok. Nem mindig tudunk olyan játékost hozni, akit szeretnénk, de mindenképpen pozitív emberkéket akartunk idehozni Miselyenbe. Tehát itt mindig jellemezte egy olyan kohézió ezt a Miselyent, mint az öltözőbe, mint a pályán, mint a pályán kívül. Egy olyan összetartó kis csapat volt, tehát szerettünk volna ilyen pozitív embereket igazolni, ami szerintem sikerült is. A gárdához eddig 10 igazoltak, legutóbb a Paksról hazatérő Berdó Máté. Azért mondhatni, hogy hazatértem. Hát megfontolandó volt, mivel azért a szakmai stáb is úgy gondolom, hogy tud segíteni abban, hogy fejlődésemet szolgálhassa. Mindenképp sokat gondolkoztam ezen, de jelenleg ez volt a legjobb opció. Azt gondolom, hogy a későbbiekben oda tudjak kerülni, ahova épp szeretnék.
társága nincsen probléma, befogadtak nagyon hamar, tényleg. Ez nincs panaszra okom. Hát a edzésekkel sincsen probléma. Ugye most a felkészülési időszakban vagyunk, az azért mondhatni játékosok szempontjából az nem egy könnyű dolog, de túl leszünk rajta, jeleztek a meccsek, fejlődünk szépen, egyre kevesebb hibával játszunk, nem lesz ez a semmi probléma, úgy gondolom. A 2019-20-as NB3-as labdarúgó bajnokságra korábban 46 csapat nevezését fogadta el az MLS versenyigazgatósága. A bajnoki osztályra vonatkozó feltöltésről az elnökség a legutóbbi ülésén döntött, melynek értelmében a Hévi Sportkör és a Tájakásét kérték fel az NB3-as szereplésre. A két klub elfogadta a lehetőséget, így velük véglegessé vált az NB3 mezőnye. Ezzel párhuzamosan az MLS nyilvánosságra hozta a következő évad csoportbeosztásait is, miszerint a PMFC, a Kozár Miszlany FC és a Szent Lőrinc egyaránt a középcsoportban játszik majd, ahová új csapatként a Dabas Gyón FC, a Dunaharaszti MTK, a Kelen SC, a Monor és a THSS Szabadkikötő került. A Kozár Miszlany FC ez utóbbi ellen kezdi majd meg a bajnokságot augusztus 4-én Budapesten. Az egyéni bajnokság utolsó dupla pontos futamát rendezték hétvégén a Kárt Aréna Gokart stadionban. Szombaton a leghosszabb nyomvonalon rótták a köröket a pilóták, ráadásul egy meglepetés, fordított irányú verseny is várta a délutáni futamon indulókat. Szép számmal érkeztek a versenyzők a dupla pontokat érő gokart versenyre hétvégén. A fiatalok és a 80 kg alatti pilóták délelőtt versenyeztek. Eddig 4 futamon vettem részt, és egy ponttal vagyok lemaradva. Ez már a harmadik alkalom, hogy ezen a pályán van, és kettőször, mind a kétszer nyertem eddig, most meglátjuk. Múltkor voltam egy versenyen, ott 25 kilót kaptam, ott harmadik lettem felnőttek közt, most olyan 2,5-3 kilót kapok. Apával el szoktunk jönni gokartozni, ott 2-3 menetet megyünk, meg más napokon is. Akárcsak korábban az 5. futam pálya vezetése is nagy népszerűségnek örvendett a résztvevők körében. Egész jó az eddigi szezonom, a mai nap az első szabad edzés, a másokként sikerült végezni, a másodikom harmadikként, de remélem meg tudom nyerni. Most 3 heten nem gokartoztam sem ennyit, de előtte szoktam nyerni. Igen, szeretném folytatni, a következő idényt meg szeretném nyerni összetettbe is. A júniusi 4. futamon találkozhattak először súlykiegyenlítéssel a versenyzők. Most ismét alkalmazták ezt a versenyelemet a szervezők. Vadász Péter, a Kárt Aréna Gokart stadion vezetője elmondta, hogy az új gokartokkal 3,5 másodperccel jobb köridőket tudnak menni a versenyzők. A sorozatnak az utolsó futama, itt dupla pontokat osztunk, itt mindenki, akár megfordulhat a teljes mezőny, hiszen hogyha valaki ezt a hétvégét eldobja, nem jön ide, akkor akár az utolsó is lehet az elsőből. A délelőtt és a délutáni futammal közel olyan 30-40 fő az, aki el fog jönni. Nyilván lesznek benne olyanok, akik már úgy érzik, hogy esélytelenek a győzelemre, és ők feladják, de hál' Istennek egyelőre a jelzés az, hogy elég nagy létszámmal fognak jönni. Az átlag súlyhoz fogjuk a súly alattiakat felhozni, így megint csak kiegyenlítettebb lesz az egész hétvége. Érdekes, mert délelőtt a gyerekeknek és a 80 kg alattiaknak a leghosszabb vonalvezetés van, normál irányba, a délutániban pedig, ha marad a száraz idő, akkor fordított nyomvonalon mennek a versenyzők. Ez egy külön meglepetés. Július 9-e és augusztus 8-a között zajlanak az előselejtezők, ahol minden résztvevő a legjobb idejét feljegyezteti, és így alakul ki a top 50-es mezőny, akik az augusztus 24-i jótékonysági közönség találkozón és versenyen rajthoz állhatnak. Ez volt erre a hétre a pálya, jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!